Von. És az mi a fasz? Az mi a geci? Szalámi. Ez mi a geci? Tesó, ez mi a geci? A stack. Tesó, az paranyica sajt, én ezt vágom, ezt geci jó. Szlovák tej, tesó. Ez pedig... De most hoztál a sonkát is. Ez is szlovák? Te szeretlek. Ez az nem, az holland, norcibán. És ez szlovák? Hát nem, azon nálad is. Magyaroknál. Ennyi? Ez lesz a mai haul? Ja, ezt tudjuk most nyújtani, szóval. Bocsi. Ja, meg... Más, pisz... Tesó, nem már nagyon-nagyon beakadtam mindenhova. Jézusom, GG! Tesó, hova akadtam? Tesó, hogy akadtam így fel? Nem tudom. Tesó, emberejem már meg magam. Várjál, hogy el kell jönnöm. Ez. Mi van? Megvan. Tesó, itt nagyon nem oké. Most mit videóztatok? Tudja a seggemet? Ja, nem, csak felvideóztam. Ja, van egy tej. Hoppá. Van itt egy biomilk. Bio, és akkor az lesz a mai napunk challenge, tesó, hogy meg kell, mondjuk ezek pont nem olyanokat, amiket így ki lehet találni, hogy mik. Ezek, mert ezek így mindig magától értetik. Nem igazán, ja. Jó, akkor figyelj, kezdjük ezzel. Ez lesz a mai nap első díjazottja, vagyis tesztelje. Nála csak is van? Ugyanaz, mind a kettő. Nem. Oráki, az oráki. Ez mogyorós. Új. Tesó. Nem kezd. De. A orákit. Én megkóstolom a tejet, mert nagyon szomjas vagyok, Gigi. Kóstolom meg a tejet, én is megkóstolom a tejet. Ez jó még, tesó? Tesó, geci jó, ja. Geci jó, az nem? Tudod, szabatos rá. Az geci jó. Hú, tesó, az geci jó. Na, az amúgy... Miben másabb, mint a sima tej? Csak várjál, ne bontsunk fel, kettőt, úgy sem fogod megenni meg én sem. Jó. Hallod, ban szerver autista kiddó. Téged bannolunk, tesó. 4%. Hallod, Kane, ha nem akarod, hogy expózoljalak, hogy tegnap hogy találtunk rád a Csepel Plázánál éjfél körül, akkor inkább ne akarjál te bannolgatni itt senkit. Hallod, megkóstolni, és 4%-os a tej. Korunk 3, tej százalék 4. 4. Sziasztok. Úristen, nagyon-nagyon jó. Háááá, de szeretem. Tesó, ne legyél már köcsög. Ez nagyon, kezdjed te, tesike. Tesó, hogy ezt figyeljétek ma. Big Sussi. Ilyet is hozott. Az holland. Tesó, bazd, lehozd már a történetnek a lényegét, én vagyok a host. Bocs Balázs, bocs Balázs. Admin meg a moderátor. Kalmi, Sebastian, Balázs. Na. Amúgy halal ki közben. Amúgy ez geci érdekes lesz. Sussi Loco. Ez kóstolás. Banánok. Aha. Hát ennek fagyiza van. Ja, ennek amúgy... Én nem úgy jó, elég jó tesó. Ja, azért. Tesó. Jó, de nem. Azon, nem úgy nézze ki, mint a 90-es években a filmben a közönségben a Pali, akiről kiderül, hogy geci jó reppel és felmegy megvívni a csatát. Mondtam már Módkösnek ezek néha, te úgy nézel ki, mint egy ilyen chicagói kamionsofőr, Mitch. Mitch? És most is úgy nézel ki, de ha állj vissza ide. Így olyan, mint hogyha... Nem dőjél rám. Tesó, hogyha így jársz, akkor mi olyan, mintha egy ilyen többet tigrek lennénk, hogyha én a vállatból lőnék. Kajak, geci, tesó, nézd! Én sziámiak, tesó, és én geci nagyobb vagyok. Valaki szabolcsi pálinkát akarnak nekünk küldeni, tesó. Jó, A többieknek érteni kell. Andi Seizénk az ilyen step brother. Step bro vagyok. De amúgy így a tej meg a halalki amúgy működik együtt. Amúgy ja. Várjál, következő. Most egy kis sóssal bontsuk fel az ízét, édeset. Paranyica. Csak még iszok egy kis tejet. Paranyica. A sajt. Aztán nagyjából vágom, amire készüljek. Jaj, magyar testvéreim. Anyád. Hallod, Eko? Jó, hallod. De szeretlek. Bim, bim. De szeretlek. Szóval a következő paranyica sajt lesz. Pipipi, mikor drop? Soha. Maradva útba. Megint nagyot megyünk, pipi. Az olyan, hogy mert nagyon szól. Akkor olyan, és van rá ki a helyzét. Ajde! Barbár szlovák módszerek, geci. És nem arról van szó, hogy nem utáljuk Szlovákiát, meg ilyen, hogy... Te miért beásítottál?
Na, figyelj, akkor paranyita sajt teszt, ez egy ilyen twisty sajt. Szóval jól letisztelek olyt egy darabot. Jújú, új teszt van? Aha, tesztelsz te is egyet sem. Aha. Tisztelj, te is egy darabot, tesó. Várj, nem eszek. Mi a pontos neve ennek? Paranyita sajt. Twisty sajt. De már te be is nyomtad, nem kell, meg kellett volna várnod minket, te a youtuberek vagyunk. Még lesen nyeltem. Jaj, meg nekem is tudsz egyet próbálni. Tessék, bro, egy. Parany, egyszer geci nagyot nagy. Hát, adja, mi? Na, én vágom. Na, egészség. Tesó, a paranyica geci nagyot nagy, de ez egy szar paranyica. Ez tesó, ez ró, sima füstöltség. Tesó, ez egy szar paranyica. De ez só, de tényleg füstölt ugyaná. Tesó, ugye na. Nem basszi nagyra. De amúgy szerintem basszi, tesó. Én imádom a füstölt paranyicát. Nem, tesó, ebből, én ebből ilyen kézműveset szoktam baszatni. Paranyic. És tesó, de tesó szlovákból ilyen feszünk piacra. Hát tudom, azért mondom. Üzleti sajt. Dasó úton vagy már dőlő. Én megmondtam ennek a tagnak, hogy én egyetlen egy dolog miatt fogok elmenni Gödöllőre, hogyha fellépni elhívnak, és az miatta van, mert ez legalább egy fél éve, nem tudom, a havi rendszerességgel legalább háromszor megkérdezi, hogy mikor megyek Gödöllőre. Anyád. Upa, Gödöllő az nagyon jó, hát Gigi. Gigi, gyere snowboardozni, nagyot megy. Én amúgy tuti geci jól tudnék snowboardozni. Yeah. Én tuti. Alap. Yeah. Na, várj! Beízesítsem a tálatokat, vagy megcsináljátok magatoknak? Megcsinálom magamnak. Ja. Na, én következő kontesterünk a banányi. Tesó banányi. Én amúgy ebből nem biztos, hogy tesó banányi. Amúgy a én véleményem a sajtra visszatérve, egyébként szerintem omlós volt, nem volt annyira basszín, de amúgy jó volt. Ezt a nevezőt kizártuk a játékból, mert rá van írva, hogy Orion. És mi nem eszünk olyan dolgokat, ami Orionnal kapcsolatos, mert... Jaja. Mindennyit tudjuk, hogy miért. Andris feladta az életet. Az élet adott fel. Jó, tesi. Csokó banána bassz. Nem úgy lesz, hogy én elmegyek erre banánosra. Én is, tesó. Szopjon ki Orion. Na jó, így mégsem megyek rá erre. Én rámegyek. Tesó. Ne légy szíves, ha ezt most valaki leszkrínelte, küldje el nekem. Ha tesó, nem kell leszkrínelni, bro, lementem. Sőt, kirakom ezt a posztot. Bár. Soha Bálint Expose. Aztán meg odaadod a felét, bro. Ez az egész tesorom, csak olyan harapodik. Hadd törjön már le. De nem úgy hagyd, Bálint, törjöd lefelé, ja. Sikerjed azért. Amúgy ez geci jó lesz, figyeld meg, tesi. Amúgy így néz ki belülről. Most tört a kezd, bro, bro. Egy kis musinak tűnik, mint vagy egy mocsi lenne. Ez mehet azért, tesi kell. Na, akkor. Geci szar. Kajak szar. Geci szar. Egy, tesi. Noénak megvan, Noénak megvan, Noé küldte is a izét. Noé küldte is a stream videót, azaz. Te vagy az emberem, tesó. Hú, várj, hogy tesó, az kajak szar. Nagyon-nagyon szar. Nem látja. Ú, ez nagyon csak is geci, hát. De ne, így. Ú, ez nagyon, Ain't it fam. Ilyen ragadós. Hát miért beálljuk ezt? Be kéne szívni. Aha, nyomjuk. Olyan íze volt. Azt a kurva szar volt ez. Olyan íze volt, meg állaga, mint hogyha így elkezdenék lisztet tejben feloldani, és mielőtt így feloldódna, még így masszává állna, hanem egy ilyen kis pépes állagú szar volt, egy kis vanília és banán ízesítéssel. Geci szar volt, a banányt senkinek nem ajánlom. Banány geci szar volt. Abból bazd meg, tesó, az a neve, banányi. Banányi. Tesó, banányi. Ez már itt látszik, hogy el van baszva, tesó. Geci szar. Zene session volt amúgy? Nem, mi nem tudjuk, hogy kell zenélni. De mi nem zenélünk, tesó. Kicsiasd meg, van, jó van? Azt kérdezik, hogy jó vagy. Kicsiasd, ez nem jó. De én azt nem tudom követni. Kicsi az a kis dínó, tessék az a zöld. Amúgy jó van, most azért otthon alszik. Baszik otthon a kicsi az. Baszik otthon a kicsi az. Lazsó, Lazsó, ott van nálad? Nem, de azt flasheltem, tesó, a másik szobában ott volt a takaró az ágyon, full azt flasheltem, ott van Lazsó, Lazsó, azt mondja, hogy kusba mászkáltam a házban, ilyenek. Azt feljövő Gabikát, azt mondja, hogy a Lazsó, Lazsó már rég hazamegy.
Na, tudom, akkor ki a faszom fekszik? Banányi, ja, amúgy... pont lemaradtam. Szar. Banányi, tesó, nagyon szor a banányi. Tudtam, hogy ezt te. De tesó, ez nem banáni, ez banányi. Banáni. 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 Nem, mert gyetéljen egy ikinyre. Megjött. B-A-N-A-N-Y. Banányi. De. Gyertek jelen, gyiki. De Magyarországon vagyunk. Te jókod. Bipoláris vagy? Horkály mehet? Te soha elkérdezték tőlem, hogy bipoláris vagyok. Ott van a horkály. Igen, az már volt. Az a nem csak ADHD, de az túrvány. Kóstolnak sem. Még nem a az durván. Ja, Echo az egyik leg-ADHD-s a bandel. És így mindig, amikor zenélünk, tegnap is Echo így full zónin. És így nem értem, hogy hogyha egy ilyen erős, szivír ADHD-val rendelkezik a srác, akkor hogy a picsába tud így... Kurva vicces volt. Na mindegy, amúgy tegnapi sztori annyi, hogy Bottával elmentünk vizuálokat forgatni az albumhoz. Aztán este így asd egy adminna, az te vagy igaz? Az én vagyok. Jó, képe vagyok. Összepaktáltunk, hogy elmegyünk a Love 2-be, már közben megért Noé is, be voltunk baszva egy kicsit. Aztán így elmentünk lövészárokba, ahol így arra mentem oda, hogy bazeg, itt tök normális minden, át volt rendezve, senki nem csinál semmit, mindenki csak chillezett, videójátékoztak. Na milyen lövészárok epizód ez be? Live paráci. Lesó, mi? Live paráci. Nem. És most gecire elfelejtett. Menjünk már ki beszélni. Menjünk, ja, de ezt még elmondom. Ja igen, és vágjátok, azt vettem észre, hogy az már nem is egy lövészárok, hanem egy sima árok. És így a srácokat mondták, hogy ja, ez itt most egy árok. Ez most itt egy árok. De aztán a lövészárok lett belőle. De Ekón is rajtam múlva a legnemesebb lövészárok bástya lettünk. Tesó, mi lettünk a legszebb, legjobb védők, mi védjük a legjobban a lövészárkat. Meg a legjobb támadók. Meg a legjobb támadók is. Mert mi támadjuk is a legjobban a lövészárkat. Grasa jössz, ha milyen durva, mi megyünk Urkútra, és az egy gimnáziumi buli lesz. És mit fogunk csinálni? Hát zenélni, de én gondolkodom, lehet, hogy csak DJ-zni fogok. De szeretem. Ez mekkora poén lenne, elhívnának fel, nem tudom. Mit írnak? Nem tudom. Tesó, lehet lőttek onnan már. Sadban nagy, aki már valamelyik admin. Mit írt? Nem a tiltó. Követés leállítása. Nem letíts, bro. Nem letíts. Eltávolítottalak csak. Tudod nézni a live-ot, Buzi? Sajd letiltottam a live-ról, mert itt trollkodok. Lettem tiltva adminál 1 és 2 által. Nyire egyre mikor jössz te? A fog meg mindig nincs, bro. Ja, szóval így Echo-val így kiálltunk magunkért, és... Csináltunk. Az árkot ismét régi fényébe helyeztük. Ez a sztori vége. Ez a sztori vége. Akkor ez nagyon durva lesz. Bazzag, újabb tesz, hogy a Petóhan szállt, a Martikán... Na még egy... ...ezt, és ezután megyünk. Moderátort adhatsz meg az élő videóhoz. Ezt hozzuk el három. Igazából ez egy holland termék, szóval nem... Igen, ez. Felózzuk csak, de... Nagyon durva. Andis, te is felózzuk meg. De jól néz ki, azt a kumpa. Kis spongekék. Kis spongekék, hollandus spongekék. Ezt én is bekostolom. Geti szar. Mi? Nem jó. Marcipám. Nem, az ilyen adottó. Nem, egyszer, nem, te soha, egyszer, egyszer. Jó, most ez jó. Nem jó. Pedig nyilván nagyot mentetek Jumennel októberbe. Köszönjük szépen. Ti mentetek Jumennel nagyot októberbe? Nem emlékszem, hogy... Nem. De ott volt Szalai is. Én nem Jumennel voltam. De ott volt Szalai is, amikor nyilván voltunk. Egy kis éve voltam. Dörmi type. Az a baj, hogy ilyen túl cukros. Nagyon cukros. Eddig minden, hallod? Grasa reakciója a legjobb. Eddig minden szar. Tesó, szlovák édességet kószolod. Jó, hogy... És várjad, tesó, most van itt egy ilyen izé. Ez egy hollandus édesség.
És én nekem így ez volt egy kisebb reményem, hogy majd ez jó lesz. És geci szar volt az is, szóval ma nem tudom. Úgy érzem valami, mint tegnap, amikor a beateket keresgélti. Visszaadtam. Körülbelül nézzük beateket. Na nézzük beateket. De amit előbb... Küldte a Gitke a package. Én nézem rá. Küldet Gitke? Oké, okay, küldjel. Én nézem itt gyilkos szemeket. Csak elnéztem. Ja jó, de akkor most már csak alapul ilyen. Ki vagy bejelentkezni? Ja, ilyen. Krizinek küldjön? Hol vannak a szemüvegeim? De só, Krizinek küldjön? Igen, Facebookon. Bár. Hallod, 808 utam a küldjél beateket. Csókolok noha. De só! Ez mi ez a pénz? A sejk! Hogy rágban érzel? Bevettem a fejét. Húú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 
Küldj egy tesó. Nagyon beteg ez a szemüveg, GG. Kösz tesó. Régen volt itt is, itt nem kettő volt, hanem három. Mind a két oldalt volt három. Csak lehetettem ezt leeste róla. Bá! Megpróbált? Érted. Jó. Tesó, amúgy... Most nem, nyilván nem tudok kezelni, mert ez nem az én cigim, de az annyira idegesít, hogy mindig így összeszűkítitek a izét. Hát, hogy nem jön ki belőle ilyen geci darab néha kijön a végén. Neked is geci jól áll ez a szemüveg, nagyon para ez a szemüveg. Báj, sú, de szeretem! Tesőn, ebben úgy nézek ki, mint egy ilyen... Azt mondja valaki, hogy a szemüveg plusz 10 movement speed. Kb. Plusz 20 atak. Tesó, ez ability power, tesó. Tesó, kontrolágod. Tegnap a forgatáson ott hagytam a Krisznek a kocsijába izét. Szemcsit a kesztyűtartóba. És mondta, hogy ő, ahogy így nyúlt beérte, full felvágta így a kezét a szemüveg. Full felvágta a kezét a szemüveg, és hol a szemüveg? Tehát, hogy full felvágta a kezét. Én mondtam neki, hogy hát bazd meg, lesz a learned, negyedek közel a szemüvegemhez. Van egy prára szemcsingos, tesó, neki nagyon jól állna, ha lesz több Pécsen, rahadjak meg, odaadom minden estül. Tesó! Üdött egy ilyen csaj. Egyik csaj. Klik. Ne, semmi esetesen. Azt hittem, hogy egy pillanatra megijedtem, hogy így ösztönből egyből csak így befordított. Lehet küldeni demót? Alex, ka. Nem, beatet max. És beatet is csak úgy, hogyha benne van a key meg a BPM szám. Ja. Na, amúgy ennyi volt már a különleges édességek és snackek tesztelése. Szlovákiát láthattátok ma. És egy nagyon picit Hollandiából, ami lehet, hogy a következő... Ezt most meg kell mutatnom nektek. Epizód... Hát ezt azt mondom, figyelj. Ez bátya, na várj, ezt még lehet megmutatom. Csak nem, most ezt figyelj, ezt jól figyeljétek. Jaj. Szóval lefőzöm a teátokat, és akkor azt hiszed, hogy cukor, de amúgy ez rizs. Szóval, ha érdekel, rizs van az aljába. Beleöntötted a rizst? Bele, mert azt hittem, hogy ez kristálycukor. Azt a kurva tesó! Azt a kurva tesó! A rizs van a teátok aljában. Kurva életben hiszik! Nem baj tesó, mert átlálni, tehát hogy tesó... Kösz! Kösz, bro! Kösz! Szerintem főzök egy másikat. Nem kell. Jó ez! Tegyél be a cukrot! Tesó, ha be van ízesítve... Szűrd le a gecibe, tegyél be a cukrot! Te soha gyarsal mindig ordibálsz. Azt hittem kristálycukor, és beleöntöttem. De te soha be van ízesítve jól, akkor jó? Ádám, ha be van ízesítve jól, akkor jó az nem? Akkor ízesíts be, te soha. De most ne főzzél, ami a túljad. Ez egy church bro. Hát de tényleg, most még előjöttem. Nem szemesen. Egyetek már tüzet, hogy a püspök falatot beízítsam. Nekem nincsen bátyám. Várjál, nekem van tüzem. Na, amúgy tényleg ennyi volt. Keményítő, bele fog szivárogni a rizsből. Hát,
Akkor egy geci kemény teát fogunk inni. Akkor nagyon keményítő teát fogunk inni, köcsön. Ja, szóval tényleg köszi, aki hajnal 2:57-kor azt nézi, hogy szlovák édességeket, meg snackeket kóstolunk szaron. Csókoltatunk mindenkit. Mondd visszafelé, hogy racs. Csar. Melyik az így? Wow. Itt van, ez. Itt van, ilyen is van. Meg figyelj, tesó, van banány. De tesó, ez sajt. Ez a snack. A banányt azt egyáltalán nem ajánlom, mert bro, úgy néz ki, mint egy fekete fasz, és nagyon szar íze van. Bro, hát ez nem tudom, egy cinyót illik be. Ez az, amit elsütök ebből a Na, jó van, szóval tényleg...